egészen extrém dolgokat lehet látni parkolókból. Biedronka parkoló, csávó úgy mászott ki az ablakon, és most úgyis mászik visszafigyel. Hát ez a Lengyelország, gyerek, ez elképesztő. Biedronka. Gyerekek, ez a Biedronka. Biedronka. Hol vagyok különben? Toszekben vagyok. Az a város neve, hogy Toszek itt Lengyelországban, és ez a 94-es út. És kapcsolom ezt is. A Biedronkával azt akartam mondani, hogy a Biedronka, hát minden sarkon van Biedronka volt. Valami egészen elképesztő mennyiségű bolt van ennek a bolthálózatnak, vagy van boltja, vagy hogy kell kinyögnöm, tehát nagyon sok boltja van ennek a bolthálózatnak. Bármerre is mész Lengyelországban, mindig bele bukkansz egybe itt a sarkokon, és tök jó kis árak vannak, én nagyon szeretem. Van meg maga ez a kis katica, hát az olyan aranyos, az így vonzza az embert, hogy gyere be ide a Biedronkába, és itt vásároljál nálunk. Azt se tudom, hogy merre vagyok, hogy hó vagyok. Bekeveredtem ide Toszekbe. Szevasztok. Én vagyok. 200 méter múlva forduljon balra. Oké, köszönöm szépen a segítséget, de nem arra megyek, hanem megyek tovább. Egészen egy 14 km múlva lévő körforgalomig. Forduljon balra. Közben most kapom az információt, hogy nyitva van a, vagy nyitva lesz a lerakom, mert este 8 óra, hát olyan 8:30 körül fogok érkezni. Aztán kérdés volt, hol van már? Forduljon jobbra! Hihetetlen, kikapcsoltam a hangot. Kérdéses volt, hogy nyitva lesz a cég, vagy nem. Amúgy különben Lengyelország, nem tudom. Tehát vannak olyan részek Lengyelországban, amik ilyen, mint ami pont itt van előttem látható, tehát hogy ilyen itt maradtak a 60-as, 70-es, 80-as évekből, és úgy nem is nyúlnak hozzá, ilyen épületek itt is látszik, tehát ilyen az én gyermekkoromból itt maradtak, és ilyen retro feelingje van, de vannak nagyon modern dolgok is, bár azt túl sokat nem látok, de azért vannak. Az autó, most próbálom összehasonlítani, mert ott így a Magyarországgal kapcsolatosan. Az autó felhozatal az hasonló, múltkor ugye ott álltam a Biedronka parkolóba, és jöttek, mentek az emberek autóval. Hát valakinek, valaki Ford Mustanggal jött, van, aki meg Suzukival, tehát olyan nagyon vegyes a kép, itt is el lehet mondani én szerintem, hogy vannak a egészen jó módban élők, meg hát van a középosztály, vagy az alatta lévő. Mert ezt meg kell, hogy előzzem ezt a kis csinkacsentót, mert erre azért nagyon nincs időnk. Igen? Tehát menni kell. Nekem azért mindig van 970 kilométerem, azt le kell gyűrnem a mai napon. Úgyhogy ennyi most akar inni a Lengyelországból. Hát túl nagy kirándulások megint nem voltak, mert ez a hely, ahol meg voltam, az végképp nem is volt alkalmas arra, hogy bármit is ott megnézzek. Látod, ezt a táblát így jelzi, hogy lakott terület következik, aztán majd csak jóval odébb írja ki, hogy melyik városba lépsz be, ha kiírja éppen, nem mindenhol találkoztam várostáblával. De az is lehet, hogy itt nem is lesz, mert csak erre a párházra gondolt. Paftovice, és már vége is van. Tehát a kezdés nem mutatta a táblával, csak a végét. Paftovice. Gyorsan visszatérek erre a... Hát most megint jön itt a tábla. Egy ki van írva. Bluznica Vielka. Gyakorlatilag itt most 50-nel lehetne menni. Mondja is egyből a gép, hogy gyorsan megyek. Pedig nem megyek gyorsan, csak 64-jel.
Na, gyakorlatilag az, úgy néz ki ez a rakodás, én szerintem az történt, hogy ugye délután érkeztem meg ehhez a remek céghez, ahol ezt a dobozt föl kellett vennem, a második. Hát olyan érzés volt, hogy az ember, aki nekem ma odaadta ezt a dobozt, az elment haza, mire én odaértem. Nem szólt senkinek. És most reggel meg bejött reggel 8-ra dolgozni, és odaadta a dobozt úgy, mintha semmi nem is történt volna, vagy ő nem hibázott. Úgyhogy nem lett volna ezzel semmi baj, hogyha úgy kommunikálják ezt felém, hogy nyugodtan várjak a parkolóba reggelig, aludjak, pihenjek, mert majd csak reggel leszárul. Ez egész más lett volna, mint hogy most ott ültem, most tudtam, hogy mi van. Próbálkoztam többször becsengetni, nem többször, csak még egyszer este. Azt mondták, várjak, de hogy meddig, vagy hogy mire. Aztán értem, hogy a csávókám szembe jött, az villogott. De miért villogott nekem most? Világít a lápám, a lámpám. A lengyelek egyfolytában villognak, hogyha nem kapcsolod fel a lámpádat. Egyből szólnak. Biztos, hogy büntet érte a rendőr. Mert hogy itt kötelező a nappali fény, hogy mind nálunk. Ja, ez milyen jó minőségű út. Előbb strádán mentem olyanon, hogy így ugrált az egész autó, de belé vicces volt, mert akik mentek előttem is, meg kamionok is, az így ugrált végig. Hát egy ilyen jó 2 kilométeres szakaszon, hogy ott mi történt az úttal, azt nem tudom, hogy a tökönbe tud úgy megsíjedni ilyen hullámosan. Na, úgyhogy az úthálózat is, vannak nagyon jó utak, meg vannak nagyon szarok, itt Lengyelországban nagyon sokat csinálnak. Nagyon sok az építkezés, nagyon sok, ezért az elterelés, ezért működik nálam most a mindenki GPS, ha bármi attrakciót kell végrehajtani, akkor az egyből tudja a Google Maps-on, mert ugye a másik régi az, annak fénye nincsen. Az új utakról, úgyhogy itt tartunk. Jó, menjünk akkor, közelítsük meg Németországot. 965 km. Hozzunk innen a tozba. Jaj, vettem kávét. Gyorsan így az útra, meg vettem reggelit is. Vettem kefirt. Azt kell, hogy mondjam, ez egy ilyen, hát 1,5%-os kefir. Nem rossz, de olyan érzésem van a kefirekkel kapcsolatban, mert többször próbáltam enni más országokban. Nem is mindenhol lehet kapni különben. Ezt a kefirt most kezdik behozni így a köztudatban, például a Németországban, mert eddig az ott nem lehetett kapni. 70-nel lehet menni. És azt kell, hogy mondjam, hogy olyan az érzésem a kefirrel kapcsolatban, mintha mi magyarok ilyen kefir nagyhatalom lennénk. A legfinomabb kefir az nálunk kapható. Ugye Németországban szoktam menni a Kalinka kefirt, az finom mondjuk, nem is olcsó, de régebben nem volt, na. Úgyhogy, de most ezt vettem, ezt a lengyelt már 3-szor vettem itt kint, ez a 3. ilyen kis üveg. És nem mondom, hogy rossz, de mégis van egy olyan hiányérzetem benne, hogy nem olyan finom, mint a miénk. És ez olyan, hát mindegy, legalább el tudom mondani, hogy a magyar kefir az utánozhatatlan és pótolhatatlan, mert annyira jó. Jó? Persze, hogy jó. Nem tudom, hol vagyok, Strzelszjopolszkében. Azt írja a GPS, Strzelszjopolszkije. Na. Jó van, ennyit akartam mondani, hogy eszembe jutott a kefirrel kapcsolatosan a dolgok. Amúgy körülbelül a 80 forint körül van a zlotyi. Ez zlotyi 80 forint. Úgyhogy látsz ilyen kiírást, hogy x zlotyi, akkor az gyorsan szoroz fő 100-al, aztán viszontlátás. Körülbelül megkapod az árát, itt van egy, hogy 7,45-be kerül a dízel, tehát 745 forint. Tehát akkor az gyakorlatilag mégsem igaz, mert most az mennyi lehet, hogy tudja tökön főszorozni 8-a. 700 forint körül van a gázolaj. Na, gyerünk, Opole még 38!
dugó Németországban, lakóautó, kutyát sétáltatnak az autópályán. A beszarás. Igen. Én az anyuka, apuka, meg a kutya. De mindent elárul, hogy mekkora dugóban ülünk. Kurva nagy van. És azt kell, hogy mondjam, hogy nincs ennél szemetebb ország Európában, mint Németország. Így közlekedés szempontjából. Elviselhetetlen idegtépő. Nem tudom, nem lennének ilyen kötélből az idegeim, szerintem már öngyilettem volna. Hát gyerekek. 2 óra alatt jöttem 35 kilométert, mert le van zárva a 14-es autópálya. Egy kérdés ilyenkor felmerül bennem, más országban azért így kiszokták írni előre, hogy le lesz zárva az autópálya mondjuk 10 km múlva vagy 20 km múlva, hogy aki teheti, az menjen le, kerüljön. A német ezt nem teszi meg. Nem számít, hogy 15-20 km-es dugó van, nem érdekli, érted? A precíz Németország beszopatja a saját állampolgárait ezzel a buziságaival. Na mindegy, tehát előképpen megcsinálta a pénteki hangulatomat, és erre ráadásul még megérkezett az információ is, hogy ha 9 óráig, tehát este 21 óráig nem érkezek oda, akkor már nem fognak leszedni, nem várnak meg. És hát nem érek oda, mert 21 óra, vagy 23 óra 30-ra hoz most a gép, 530 kilométerre vagyok, és most egy Bundesen megyek éppen. Úgyhogy hétvégére rajtam marad az áru, még ez is egy ilyen jó pofaság. El van átkozva ez az egész lengyel-német menet. Vajon tele van a tököm? Na hát ennyi. Egy kis Németország akkor. Na jó reggelt mindenkinek Németországból, innen a 38-as autósztráda, autópálya, autópán parkolójából egy kis parkolói életkép után nekilódulok, jó? Megyek majd olyan 280 kilométert Bundesen, le fogok menni innen az autópályáról nem sokára, és akkor hegyen völgyön keresztül megyek, hogy lássak valamit, ha már így és úgy adódott, hogy nem kell igyekeznem, sietnem, mert hogy lecsúsztam a péntek esti lerakodásról. Ez csak hétfő reggel lesz, addig szabadidő eltöltése van, úgyhogy közben haladjak. Akkor most nekilátok haladni, jó? Ti meg gyertek velem. Ja, valaki kérdezte, hogy az anyasülés ez tényleg szabad mellettem. Hát tele van pakolva mindennel, egyrészt ezért fogad, másrészt meg hát nem tudok elhozni senkit magammal. Ha az enyém lenne az autó, és én saját magam lennék a vállalkozó, és a saját magam ura lennék, akkor még lehet abba is belemennék, hogy így kisorsolnék embereket, és eljöhetnének velem egy ilyen túrára 2-3 hétre, vagy egy hétre, teljesen mindegy.
Ja, hát közben azt nézem, milyen poros beállott én előttem van a parkoló, mögöttem meg van egy ilyen murvás, homokos rész, ahol álltam, és a csávókám úgy áll idebe mögém, hogy 60-nal jön, úgyhogy kibaszott nagy port csinál, azért, mert ő húgyoznia kell. És közben száll a por mindenhova. Nem is értem komolyan, olyan idétlen hülye emberek vannak, hogy embertelen. Közben kabrióval van, és az összes por beszáll az autójában. Idétlen hülye, de komolyan, nem is értem ezeket. Na, mindegy, szóval ez van az anyós üléssel. Ja, egyszer-kétszer bevállalnám, persze. Na jó, szevasz. Első megállom az nem más, amit itt látok, és amiben belepukkantam, az nem más, mint itt Lipcsében, egész pontosan. Hát most nem tudom, melyik része Lipcsének. Itt van egy nagy börtön, de majd brutális fala van, megmutatom. Itt van a börtönnek a fala, egészen brutálisan magas és megépített, hát ezen átmászni biztos nem lehet. És akkor itt van bent a kapu része, lehet látni a szöges drótokat. És ott meg hátul az épületek vannak, de amúgy ott bent, egész bent van valami nagyon régi épület, ez nem mostani börtön lett, nagyon jól néz ki. Közben itt vagyok, tehát látod, igen, azt írja, hogy Lipcse börtön és kórház, tehát ez egy börtönkórház, hamarosan nyit, fél egykor kinyit. Ez látogatható, vagy mi? Jönnek a látogatók biztos, hétvége van.
egyrészt azért tisztán látható, hogy nem minden út tökéletes Németországban, tehát az a nagy precizitás azért az Mark Röchlitz. Mark Röchlitzben vagyok. Remélem ezt így jól mondom, hogy de azt is kijelenthetem nagyon bátran, hogy nincsen annyi bolt Németországban, mint például Lengyelországban. Nem tudom hány kilométert autózgattam el így Bundesen, és eddig kettő bolt mellett mentem, egy Aldi mellett, amire nem csaptam le sajnos, azt elcsesztem, meg volt egy Norma bolt. A Normát meg nem szeretem. Talán egyszer vagy kétszer voltam benne, de úgy nem lett a kedvencem. Nem álltam meg, és nem találok ilyen Rev, vagy Lidli, Aldi, nagy tököm tudja valami. Olyan boltot, ami nekem szimpatikus. Úgyhogy most csak itt autózgatok, és várom azt, hogy jöjjön a csoda, és hogy elautózok egy bolt mellett, ahol megállhatok és megvehetem a kis reggeli ebédemes sonkás felvágottamat. Hát eddig nagyon kicsi sikerrel jártam, és már kezdek éhezni. Jók ezek a kis német bundeszek, a kis német vidék, azért össze van rakva, tehát egyben van. Azt nem lehet elmondani, hogy kosz és rendetlenség van, minden tip-top, tehát az azért látszik így Németországban. Na, próbálkozok tovább. Oké, értettem. Sikerült a vásárlásom. Annyira örülök, olyan boldog vagyok, hogy csak csuda. Gyerekek, azt mondom, hogy gesztenyefa, bocsánat, a gesztenyefa, azt nyilván mindenki tudja, meg látott, meg hát ismeri. Majdnem a telefonban néztem a kameráját. Vagy nem, majdnem, először oda néztem. Na, tiszta hülye a csávó, hogy most tudja, hova beszél. Itt van egy csomó gesztenyefa mellettem, annak árnyékában üldögélek. És hát meg fogom mutatni nektek az evésem után a gesztenye fának a virágát, mert valami csodálatos és páratlan, és így az ember elmegy mellette, és nem is foglalkozik vele közben, mert ugye látsz egy ekkora virágot, egy ilyen sisakot, vagy egy ilyen süveget, virágsüveget, de ha közelebb mész, és úgy sasolod meg, akkor csodát fogsz látni a gesztenye fának a virágában. Ezt meg fogom mutatni nektek mindjárt, de először is eszem, mert vettem egy delikát sinken vűztöt. Nem is gondoltam, ez egy ilyen nagyon egyszerű felvágott, és mégis gyerekek, figyelj, 270 kalória 10 deka, és ez meg 20 dekát vettem, az valami brutális, most nem is eszem meg az egészet. Illetve vettem salátát,
és ezt megvettem hozzá a saláta öntetet, úgyhogy ezt fogok zabálni, összekeverem egy tányérból, és akkor egy ilyen salátás felvágultat fogok enni. Ja, megvettem nagyon nagy kedvencemet, a bihun szuppét, az ilyen tájkaja, meg van külön táj szuppe, ez leves, tehát ilyen kínai, vagy ilyen, tehát ilyen, nem tudja, tájleves, na, érted? Kész van az ebéd, gyerekek, úgyhogy jó étvágyat magamnak, ezt megzabálom, tök jó. Na, meg vagyok ebédelve, úgyhogy amit ígértem, azt betartom, megmutatom a, megtalálom a cipőmet, megmutatom akkor ezt a gesztenyefának a virágát, de mindjárt mutatok egy másik valamit, ebben a, ezen a környéken egy második ilyen trabantot látom, képzeljétek el, ami brutál jól néz ki, azt kell, hogy mondjam, nagyon föl van újítva, nagyon föl van tuningolva, és valami elképesztően jól néz ki, mindjárt megmutatom, látok egy kamera nehézségi fokot, hogy jobb legyen a kép, azt megpróbálok rá zoomolni, figyeld. Na, tehát ott van a trabant, látod? Gesztenyefának a virága, látod, itt vannak, végig virágzik a fa, nagyon jól néz ki, és akkor most egyet becserkészek nektek közelről, figyeld. Na, jól néz ki, én mondtam nektek, hogy nagyon varázslatos kis virága van. Na, jó nézett ki, mi megfogtuk, lekaptuk, elkaptuk a trabit. Gyerekek, Siposev Tomi ezt már milyen rég tudta. Na, gyerekek, trabant megvolt, ettem, edek, a megvolt, virág megvolt, megyek tovább, még 170 km, aztán majd valahol megpihenek.